van olyan, hogy az ember egy ilyen spirális gondolatkörbe beleragad, és egyszerűen nem tud kiszakadni abból, ugyanabból a 8-10 gondolat megy körbe, és az egyszerűen azért van, mert nem próbáltál ki még egy új gondolatot. Tomi, köszöntelek, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Elmeséled nekem, légy szíves, mi a véleményed a nőkről? A nőkről? Hát ez nehéz dolog. A nők a legjobb dolog az életben. Nyilván mondhatnék is bármi mást. Valamelyik nap pont mondtam, hogy az a egy mondatba kéne a nőket jellemeznem, akkor talán ők azok, akik lehalkítják a tévét, amikor beszélnek hozzád. Nem, egyébként a viccet félretéve az van, hogy nyilván a legtöbb mindent a nők miatt csinálunk az életben. Ha evolúciósan nézzük, akkor az ember sikeres akar lenni, és reprodukálni akarja magát, nekem ez már kétszer is sikerült, tehát ebből adódóan már a biológiai célomat beteljesítettem, de a nőkért csinálunk mindent nyilván születésünktől a halálunkig. Hogy érted, hogy te személy szerint mi az a minden, amit csinálsz a nőkért? Hát, ha egyébként most ezt nyilván bontsuk több elemre, hogy párkapcsolati szinten, akkor nyilván a társat jelenti, akivel megosztod az életedet, meg megosztod nem csak a gondolataidat, hanem az egész létezésedet, és ez azt jelenti, hogy egy 50-51 egymásra utalság van az életben. Ha pedig a tágabb értelme veszik, akkor pedig nyilván a férfi előadónak általában a közönség az hölgyekből szokott állni. Ebben van valószínűleg egy nagy réteg szimpátia, külsőséges szimpátia, másrészt pedig az, hogy a nők alapvetően a kultúrára, a művészetre arra fogékonyabbak, mert a női érzelmi világ az kompatibilisebb a nagy megváltó gondolatokkal, meg a nagy érzésekkel. Érdekes, hogy ezt még a történelmi nem követi le annyira, hogy ha az írókat nézed, akkor sokkal több férfi író van, mint női, de ez már inkább olyan történelmi okból fakadhat, hogy mondjuk később jött az emancipációnak az a része, hogy elfogadták mondjuk a női írókat is, meg a nők is elmehettek ki iskolába tanulni, stb. Az összhajszáladat, amit látok, azért egy nő tehet, vagy nincs köze a nőknek ehhez? Minden őszhajszálban a nők tehetnek, tehát hogy nem egyből, hanem az összesről. De egyébként hát nyilván most idén betöltöm 30. életévemet, és nem csak őszülni kezdtem, hanem a kopaszodás jeleit is észreveszem magamon, tehát azért nem lehet letagadni azt, hogy az ember az most már nem 10 éves, bár sokszor egyébként még azt hiszem magamról, amikor mondjuk egy koncert után nem hideg szénsavmentes ásványvizet fogyasztunk a zenésztársakkal az öltözőben, aztán utána másnap rájövök, hogy nem, már nem vagyok annyi. Hogyan érint téged a változás? Akár a kor, ahogy az mondod, akár a test változása, hogyan érint téged? Érdekes sok szempontból, bár nehéz szétválasztani szerintem ez az elmúlt egy évnek a különleges helyzetével, amit észrevettem, az, hogy realistább vagyok, és kevésbé vagyok álmodozó, mint régen. Tehát régen, amikor mondjuk elmentem, és úgy volt, hogy valahol sétálni kellett egy nagyobb sétára, mert nem autóval jártam, hanem biciklivel mentem mindenhova vagy gyalog, akkor az volt, hogy amikor untam az utat, és nem figyeltem, akkor ilyen befele lévő figyelés volt, és így álmodoztam, hogy mit csinálnék akkor, ha repülnék, ha tudnék repülni, hogy titkolnám el mindenki elől, és akkor fel kéne mindig menni a tetőre, és onnan kéne elrepülni, hogy ne vegye észre senki, hogy én tudok repülni. Szóval ilyen álmodozós gondolataim voltak, most már ezeket felváltotta a nagyon sokszor a materiális dolgok, tehát hogy mondjuk a gyerekekkel, hogy lesz az óvodabölcsőde, stb. Most jelen helyzetben, hogy lesz, mikor kivigyáz rájuk, ilyesmi gondolatok. Másrésztről pedig nyilván valahogy úgy jó, hogyha az ember annyira nő csak fel, hogy megmaradjon az a gyerekkori álmodozó része is, és valamit azért megtart belőle, mert aki, tudod, nekem az egyik kedvenc könyvem a Kis Herceg. Nekem is. Na most ez szerintem
szerintem nagyon jól leírja azt, hogy azért az embernek meg kell maradni a gyereknek is. Hát egy ilyen nagy gyerek vagyok én És egyébként. hogy őrzöd meg a gyereket magadban, illetve azt az álmodozósat, aki repülni akar a tetőről? Alapvetően, hogyha normálisan a munkában elhelyezkedek, ami legyen akár a színház, akár a színpad, akkor ez nem igényel különösebb munkát, mert önmagában ez a szakma, ez önmagában a bohémséget, a gyerekes gondolatokat magában hordozza, tehát külön ráfektetett energiát nem igényel. Mostanság pedig inkább az a nehéz benne, hogy sokat olvasok, főleg verseket, és mindig szerintem jól lemérhető egy embernek az éppen aktuális érzelmi állapota abból, hogy milyen versek azok, amiket közel érez magának, amire azt gondolja, hogy volt már egy másik hülye is a Földön, aki pont így érezte. Szóval nyilván nálam megtörténik minden évben, ugyanúgy, mint az évszakok változásánál, az én hangulat változásom is olyan, hogy mondjuk télen akkor már érzem az elmúlást, akkor amikor vannak ezek a január-február, az nehezebb, mert ugye, hogy akkor már még sok sötét van, meg hideg is van, aztán jön a tavasz, akkor már álmodozó vagyok, akkor már jobban felkészülök arra, hogy majd a nyáron majd miket fogunk csinálni, aztán abból semmit nem tartok be, de hogy ezt, tehát hogy így ezek a dolgok szerintem, akinek ilyen a személyisége, ott ezek magától jönnek. És mert mindig gondolkoztam azon, hogy tudatosan jobb volna élni, mint úszni az árral és az érzelmek közé kiszorítva egy ilyen poláris létezésben lenni a két véglet között. De hogy valójában meg a szakmámnak ez a sajátossága. És hogy ha meg nem így csinálnám, akkor nem lennék jó abban, amit csinálok. Ez igaz. Ki okozta a legnagyobb csalódást az életed során? Hát az a helyzet, hogy nyilván ez egy ilyen nagyon egyszerű gondolat lesz, és egy nagyon, nagyon egyszerű válasz, de ez igazság. Néha a közhelyek azok igazak, saját magam. Tehát, hogy az ember szerintem annyira csalódni, mint saját magában, annyira nem tud semmiben, meg senkiben. Elmeséled egy kicsit, hogy ez hogy zajlott, és hogy mi volt az a történés, ami ezt kiváltotta? Nagyon-nagyon sokszor volt olyan, hogy azt éreztem, hogy rosszul csináltam a dolgokat. Például mondjuk a nem jelenlét, ugye, az egy nagyon-nagyon fontos dolog nekem például a saját gyerekeim életében, hogy a munka és az, hogy az ember valami halhatatlan dolgot akar létrehozni, amire aztán mindannyian tudjuk, hogy ma már azt se tudják, hogy ki Elvis Presley, tehát hogy semmi nem halhatatlan, már Freddie Mercury-ről se tudják, hogy kicsoda. Szóval, hogy nyilván ez a halhatatlanság nem létezik, de hogy nagyon sokszor az önzés és az, hogy a saját magunkkal foglalkozunk, az rá tud menni a családnak a dolgaira, kevesebb időt tud az ember a gyermekeivel foglalkozni, miközben nyilván a halhatatlanság az pont a gyermekekben van benne, hiszen ők azok, akikben tovább élünk. Szóval ebben például kifejezetten azt érzem sokszor, hogy nem voltam a legjobb apa. Az eddig, amíg itt voltak a fiúk. Nyilván ezen mindig próbálok éppen aktuálisan változtatni, ahogyan tudok, de aztán arra is rá kell jönnöm, hogy nem tudok okosabb lenni, meg nem tudok felnőttebb lenni a koromnál. Tehát, hogy ez még nagyon fiatal volt. Ahol éppen tartok, annál nem tudok előrébb lenni, bárhogyan szeretnék. Milyen, nekem van egy olyan érzésem, és aztán kérlek szólj, ha tévednék, hogy időről időre köztetek van egy verseny a tesóddal. Ez még fennáll, van, vagy én rosszul gondolom? Szerintem a versengés az önmagában egy nagyon hasznos dolog, tehát hogy a maga, akár hogy nézzük, a verseny az, ami az embert életet így. Konkrétan nem tudom, hogy miben versenyeznék, vagy versenyezzek a Csabival, mert egy időben nagyon külön utakon kezdtünk járni, tehát én mondjuk tényleg rengeteget olvasok, ő meg rengeteget edz, ami nem azt jelenti, hogy ne lenne művelt, hanem azt jelenti, hogy én sokkal jobb hangsúlyt fektettem erre a dologra, tehát ebből a szempontból a versengésben úgy van, hogy van, amiben tudom, hogy én vagyok jobb, és akkor azt úgy, én boldog vagyok, és tudom azt, hogy vannak dolgok, amikben meg ő a sokkal jobb. És szerintem így kell kezelni például a karrierünket is, hogy sokkal jobban tud bánni a közönséggel, sokkal jobban tud egy extrovertáltabb személyiség jóval, mint én. Szóval könnyebben megy neki nagyon sok minden. Én meg,
én meg látom azt, hogyha úgy fogom fel, mert mondjuk másnál az elképzelésünk a művészetről, hogy a művésznek talán az a feladata, ezek ilyen nagy szavak, vagy a művésznek, szóval, hogy egy ilyen belső utazásra megyünk, ami ugyanúgy felfedezők vagyunk, vagy kutatók, akik mondjuk egy fizikus, vagy egy tényleg egy felfedező, mondjuk pár száz évvel ezelőtt, az a külső világot próbálja felfedezni, ami még ismeretlen belőle. Mi pedig egy belső utazást csinálunk, próbálunk az emberi belsőben olyan dolgokat feltárni, amik még mondjuk egyelőre ismeretlenek, és ebből egy eszenciába foglaljuk össze, és ezt, mint egy turista vezető megmutatni az embereknek, hogy nekik ne kelljen a mindennapos robot mellett ezen gondolkodni, hanem már azt annak a kutatásnak az eredményét, egy eszenciát kapjanak meg készhez. Mennyire tudtok még felhőtlen gyerekek lenni egymás társaságában? Ó, hát ott borzasztóan. Tehát, hogy gyakorlatilag, amikor beszélünk, akkor 90%-ban a hülyeség megy, és van ott vagyunk, mint ezelőtt 15 évvel. Ami mondjuk így most jelen pillanatban hiányzik, az, hogy régen mindig együtt mentünk moziba, meg ilyen helyekre, de egyébként tényleg minden hülyeséget együtt csinálunk, és minden hülyeségben együtt is voltunk benne. Azt hiszem, hogy talán a rivalizációnál, hogy volt mondjuk egyszer valaki azt kérdezte, hogy jó dolog-e, vagy rossz dolog az, hogy mind a ketten ugyanebben a szakmában dolgozunk, és egymás mellett haladunk az úton, és erre azt mondtam, hogy szerintem ez semleges. Mert hogy igazából az én karrieremre hatással én úgy érzem, hogy ez nincsen, viszont azzal, hogy együtt kezdtük, és végig együtt haladtunk, van valaki, aki ugye nem kell metaforákkal elmondanom, hogy érzem magam, hanem bármit, amit mondok, az van, hogy ő is átélte, és teljes mértékben tudja azt, hogy mikor, mind megyek keresztül. És ami ebben például egy nagy segítség, az, hogy van olyan, hogy az ember egy ilyen spirális gondolatkörbe beleragad, és egyszerűen nem tud kiszakadni abból, ugyanabból a 8-10 gondolat megy körbe, és az egyszerűen azért van, mert nem próbáltál ki még egy új gondolatot. Tehát, hogyha nem tettél be a gépbe egy új dolgot, akkor ne várd el, hogy a véged mi majd másik lesz, mert ugye Einstein azt mondta, hogy az őrület az, hogyha ezerszer megvizsgálsz valamit, és ugyanarra a következtetésre jutsz, és neki állsz ezer egyszer is megvizsgálni. Nekem például az abban egy segítség, hogy ad egy 1001. gondolatot, és amikor újra gondolom a dolgot, akkor már nem érzem magam teljesen őrültnek. Figyelj, hogyha egy mesevilágot kéne létrehoznod, amelyben ott lennél családostól, és nyilván a nagyobb a családod is, elmondanád nekem, hogy ez a mese hogy néz neki? Mi lennél benne? Mit csinálnál? Aha. Nagyon furcsa, hogy ezt kérdezett, mert pont valamelyik nap gondolkodtam el azon, hogy amikor, ma már nem szoktam olyan nagyon sokat imádkozni, mint régen, amikor a szüleim megtanítottak, és minden este imádkoztunk, de hogy akkor mindig volt az én Istenem, jó Istenem, becsukodik már a szemem, és akkor az volt, hogy mindig elsorolta az ember az, hogy vigyázz a kedves szüleimre, a nagy testvéremre, és hogy tök fura, hogy most ugye már belemennek azok is, hogy és a gyerekeimre, és nem tudom, tehát hogy folyamatosan az ember életében, ahogyan hála jó Istennek ez a dolog, ez így bővül, aztán meg sajnos majd elkezd szűkülni is nyilván. Ugye azt mondja, hogy újabb dolgokat foglalsz bele ebbe a gondolatba, és akár ebbe a mesébe is. Szóval azért nehéz egy fiatal felnőttnek magát egy mesében elhelyeznie, mert egyszerre vagy a gyerek szereplő és a felnőtt szereplő is. Tehát, hogyha egy egyszerű régi mesét mondunk, ahol az van, hogy van a királyfi, meg a király, akkor az van, hogy egyszerre vagy mindegyik, meg hogy még én is gyerek vagyok, amíg a szüleim élnek, de ugyanakkor azzal, hogy nekem is vannak gyerekeim, úgy egyszerre kell lennem a királynak is, aki a hercegeket neveli. Szóval azt gondolom, hogy valahogy, ha most elképzelem, hogy egy mesébe egy ilyen tipikus ilyen három herceg király mesébe ki lennék, akkor talán a gyerekeim szerint a sárkány, de hogy egyébként szerintem az udvari szónok, vagy a mesélő, a narrátor, a bárd. Ha három szuper erőd lehetne, mi lenne az? Az egyik az lenne, hogy le tudjam lassítani az időt, akár meg is tudjam állítani, mert nagyon sokszor éreztem azt, amikor az életemben nagyon sokszor voltam, amikor azt mondtam, hogy bárcsak most lenne vége mindenek ebben a pillanatban. Tudod, tehát, hogy ebbe a pillanatban ragadjunk bele örökre.
Úgyhogy az egyik az biztos, hogy ez lenne. A másik a repülés lenne, és ez már ugye másodszor jött vissza, de egyébként azért, mert borzasztóan félek a magasban. Tehát, hogy lehet legrosszabb ilyen tériszonyom van, szóval a második az a repülés lenne. És a harmadik az jó kérdés, mert inkább azt mondja, hogy még másik ötöt tudnék felsorolni, de nem vagyok tehetetlen. Azt hiszem, hogy az, hogy értsek dolgokat, tehát, hogy mindent így megértsek. Ez nem fáj. És ez nem a... hát, ezek, tehát, hogy a létezésünk az nyilván egy nagy szenvedés. Fú, tehát, szerintem fáj. Igen, és ha minél többet tudunk, ugye el szokták mondani, hogy minél a világ legokosabb emberei, azok egyben a legdepressziósabbak is. Mégis az van, hogy én is egy ilyen, ebből a szempontból egy ilyen önkínzó vagyok, egy ilyen aszkita, hogy szeretem annál jobban tudni a dolgokat, hogy ennek ellenére látom azt, hogy mások mennyivel boldogabbak, mondjuk úgy, hogy kevesebbet gondolkoznak dolgokon. Mégis az van, hogyha viszont nem tudnám, az meg más szempontból fájna. Tehát persze a valóság, az igazság, az nagyon sok mindenben fáj, de ugyanakkor viszont sokszor meg azt érzem, hogy ha nem mélyítjük el a tudásunkat, és nem az van, hogy a körülöttünk lévő világot próbáljuk megérteni, ez igaz. Akkor meg nagyon sok szempontból meg miért vagyunk itt. Tehát akkor meg a létezés az nem különbözik, vagy nem magasabb rendű bármilyen más élőlénynél a Földön. Igaz. És én valahogy az én hitem ezzel kapcsolatban, mármint a létezéssel kapcsolatban, az, hogy valami, ami ilyen magas szintre jut el, hogy már a meglévő információkban egy új, eddig nem létező információt képes létrehozni, az nem érhet véget a létezéssel. Tehát, hogy az nyilván egy valahogy egy kohézien állapotban tovább fog létezni a tudat valahol, valamilyen formában, én ezt gondolom, és hogyha nem így, tehát így, ha nem akarnám megérteni a dolgokat, akkor azt gondolnám, hogy pont olyan lennék, mint az állati világban bármi más. Mitől félsz a legjobban a világon? Érdekes dolog. Fiatal felnőtt vagyok, az elmúláson sokat gondolkozom, illetve most jelen pillanatban ugye abban a korban vannak a gyerekeim, hogy mindig arra kell figyelni, hogy jaj, csak a szemedet, ne fiam, meg a fogadat. Szóval, hogy nyilván az embernek szerintem az, szerintem, hogy a legszörnyűbb tud lenni, és egyszer ezt egy sírfeliraton olvastam, amikor ilyen halottak napja környékén mentünk a temetőbe, hogy fájdalmat az még nem élt át, ki saját gyermekét el nem temette. Szóval azt gondolom, hogy valahol talán a legnagyobb félelem az, hogy ők előbb mennének el, mint én. Ez egy reális és valós félelem, ez az egyik legnagyobb félelem. Irreális félelmeim vannak, az például az, hogy egyszer mondjuk megbolondulnék. Tehát a tudat elvesztése, a tudatosság elvesztése, az mondjuk egyel irreálisabb félelem, de inkább ilyen dolgoktól félek. Mindig ilyen mély volt elgondolkodásban, érzésben, vagy ez a művészet által mélyült? Talán úgy van, hogy a kettő kéz a kézben jár. Tehát, hogy gyanítom, hogy a tudásomat mélyítettem el, úgy nyilván evés közben jön meg az étvágy. Tehát az, hogy akkor közben mélyült nyilván sok minden, meg sok mindent közben értettem meg, de hogy a fogékonyságnak annak nyilván születéskor benne kell lenni az emberben. Tehát az, hogy erre fogékony az ember, az, hogy már gyerekkoromban is bár én nagyon sokat foglalkoztam matematikával, matematika tagozatos általános iskolában is, és középiskolában is jártam, de hogy nyilván ez azt jelentette, hogy szerettem megoldani a rejtélyeket, tehát az agyi munkát mindig sokkal fontosabbnak tartottam nálam, mint a fizikai munkát. Úgyhogy ha nem ezzel foglalkoznék, akkor valószínűleg tudós lennék, mert hogy akkor is az érdekelne, ami agyi munka. Még egy utolsó kérdésem, illetve lehet, hogy nem is utolsó. Hány százalékban mélyültél el, tehát hogyha most szakaszokra vesszük, hogy művészi pálya, gyerekek, 30 év. Hogy tennéd a mélységet, tehát hogyha százalékban kellene mérni, hogy hogyan mélyültek el az érzéseid, hány százalékban azáltal, hogy jöttek a gyerekek?
Na azt gondolom, hogy alapvetően az ember, az én legalábbis szeretek lustán élni és gondolkodni, ami azt jelenti, hogy a változásokat kifejezetten nehezen viselem, és nem is bírom jól. Tehát a színházban, amikor mondjuk egy ilyen 50-60 fős darabban vagyunk, és csak egy ember változik, tehát hogy van egy beugró, akkor nagyon sokszor már úgy van, hogy ilyen óhatatlanul egy kicsit kizökkenek, hogy arra gondolok, hogy de hát te nem is az vagy. Szóval, hogy ezt azért mondtam így előjáróban a gondolathoz, mert hogy szerintem az ember az mindig, amikor valamilyen krízis történik, és ez egy változásra készteti, akkor szorul rá arra, hogy elmélyüljön dolgokban. Tehát mondjuk a pszichológiát nem olvastam, amíg nem volt egy pánikrohamom. Tehát, hogy szerint onnantól kezdve meg, amit a témába találtam, azt mindent kiolvastam. Tehát, hogy... És megoldottad? Szerintem... Aha, igen, hála Istennek. Tehát már nagyon sok éve nem volt egyáltalán semmilyen ilyen probléma, mert hogy meg lehet is oldani, nem csak gyógyszeres kezeléssel. Tehát, hogy megértettem a problémát, megértettem azt, hogy a nem tudás az hogy vezet félelmekhez, és tudás pedig már nem. Szóval azt gondolom, hogy mindig egy krízis van, ami az embert rákényszeríti arra, hogy változzon, és hogy tanuljon, fejlődjön. A gyermekekkel való kapcsolatban is olyan úgy tudnám megfogalmazni, amikor jöttek a gyerekek, és amikor már a gyermekeim édesanyjának olyan szép nagy pocakja volt, és az első gyermekünk jött, akkor talán úgy tudnám megfogalmazni, amikor megszületett, és a kezembe adták a fiamat, akkor mondták, hogy tessék, vegye, és mondtam, hogy nem, köszönöm, én úgyis fogom majd eleget, mert hogy nem akartam elrontani, tudod, hogy ott a kezemben nehogy elromboljon. És hogy talán úgy tudnám leírni, hogy akkor azt éreztem, mint az Oscar című filmben, amikor azt mondja Sylvester Stallone, hogy persze, hogy tudtam, csak nem sejtettem. hogy leginkább a gyerekekkel való elmélyülésben ez a egyik legfontosabb nekem. Tehát ez az állandó felismerése például annak, hogy mennyi mindenben vagyok a saját édesapám. Ez egy ilyen elképesztően nagy utazás. Valahol azt mondják, hogy az embernek nagy x éves koráig a saját hangja az nem létezik a fejében, hanem valahol és ugye állítólag az Isten is így jött létre, hogy egy külső hangot hallasz, és ami az első emberek nem tudták ezt azonosítani, mivel, vagy akinek mondjuk már a szülei hamar távoztak, nem tudták mivel azonosítani, és akkor ezt egy felsőbb hatalommal azonosították. És ugye, hogy a tudatos én az, amikor ilyen 4-5 éves, vagy 3-4 éves környékén érzem, akkor az, amikor ez a két hang, tehát a belső hang, meg a teremtő hang, az apai hang, az így összeolvad egybe. És ez lesz a saját hangod. És azt az érdekes dolgot tapasztaltam, hogy nagyon sokszor a gyerekeim kapcsán újra hallom az apám hangját a fejemben, hogy ő hogy csinálná, ő mit mondana, ő mit mondott nekem, és hogy ezek a dolgok, ugye van erre szerintem egy, ami nekem egy ilyen nagyon szép mondás, ugye mondjuk ilyen 3-4 évesen az ember úgy érzi, hogy apa az Isten. És akkor 10 éves vagy, akkor azt mondod, hogy apa mindent tud. 14 éves vagy, azt mondod, hogy apa nem is tud mindent. 16-7 éves vagy, azt mondod, hogy apa nem is tud semmit. 20 éves vagy, akkor azt mondod, hogy apa nem is létezik, és akkor ilyen 24 lesz, akkor azt mondod, hogy jó, apa ehhez ért. És akkor 30 vagy, azt mondod, hogy kérdezzük meg apát, és akkor amikor 40-50 vagy, akkor meg azt mondod, hogy remélem voltam olyan jó apa, mint apa. Ez nagyon szép. Ez nagyon szép. Szerintem még végszónak is. Nagyon-nagyon szép. Elérkeztünk oda, ahol te kérdezel egyet. Aha. Nem mondtam túl sok hülyeséget. Tehát, hogy élvezetes volt. Nagyon élvezetes volt. Meg fogod látni, amikor visszanézed. Nagyon, nagyon mély, nagyon szép. Úgyhogy nagyon hálás vagyok. Köszönöm szépen.